민간 아니라? 민간 저희 안테송으로 저희 때는 교바. Gyerekekkel látszik, hogy mennyire el van toldva a világ, súlyosan el van toldva a világ. Talán vannak az úgynevezett fejlett országok, ott egy kicsit jobb most már a helyzet, mint volt természetesen, de ez teljesen mindegy, hogyha összeveted azt a régiót a földön, mondjuk az ázsiai, az afrikai, vagy nem tudom, így a harmadik világbeli gyerekkort, az borzalmasan néz ki nagyon sok helyen. Csodálkozós, aztán ilyen drukkolós, aztán dühös élmény volt. Akkor a feleségemmel néztem, aki elkezdte a felétől végig kommentálni, mint egy ilyen gyerek, a piroska és a farkast, hogy de miért nem, hol a nagymama, miért nem, tehát hogy elkezdett vinni minket. Amikor egy 14 éves kislányt el lehet adni, vagy oda lehet adni, vagy el lehet rabolni, vagy félhez lehet adni, és erre egy nagyon súlyos tradíció és egy társadalom mögé áll, persze akkor ugye azt mint szülő nem tudod benyelni, de mint nem szülő szintén, de mint szülő nyilván jobban érzed. Úgyhogy nagyon fájdalmas, ijesztő volt, aztán a vége egy picit jobb volt, de hogyha azokra a gyerekre gondolsz, akik ezt végigélték, akiket ott elloptak, az súlyos élmény. De amikor ez tényleg szembe jön, akkor nagyon fájdalmas, és akkor mindig ilyenkor elkezd az ember azon gondolkodni, hogy mit tud csinálni. Persze semmit, de aztán mégis talán ezeknek a dokumentumfilmeknek az a feladata, hogy tegyen valamit, vagy felhívja a figyelmet. Ha az ember ezeket nézi, akkor biztos, hogy beépül egyfajta kényszer, hogyha lehetősége van, akkor valamit csinál, vagy hozzátesz bármit. Adott esetben egy dokumentumfilmet. Monika, azt mondja, hogy emel. Ha? Magad állom, hogy emel. Emel. Most ki, illa raksz cálim súlya. Illa kaddén, te kaddés, ma kaddét? Kaddés, ma kaddés, ma kaddés, ma kaddés. Mindig azon gondolkodom, hogy lehet ezt kiszórni a világban, úgyhogy nézzék az emberek. Szerintem iszonyú fontos, kötelező, tehát iskolák. Általános iskola felső tagozattól kezdve embertelen sok dokumentumfilmet kéne nézni. Nyilvánvalóan ezeknek az 5-6, 7-dik, 8-dikosoknak, hogyha szemben a valóság, akkor biztos, hogy megdöbbennem. Tehát a TikTok helyett, meg a nem tudom, nem helyett, hanem mellett, ez tök fontos lenne szerintem. Az a számomra nagyon nagy kérdés, hogy ez miért nem történik meg.